Hamarosan pont kerül a Kométa ügyére. 12 milliárdos fejlesztési program indul és megtartják a nem kötelező 2,4 milliárd forintba kerülő önként vállalt feladatokat. Ez is mutatja, hogy erős Kaposvár, mondta évértékelőjében Szita Károly polgármester. A városvezető sikerként értékelte, hogy a 2013-as évben végre tartalékkal tervezik a költségvetést. Erre ugyanis évek óta nem volt példa. Ezúton is köszönöm elnök úrnak azt a jó szolgálati ténykedést, amit ez esetben tett. Így fogadták az adósságrendezés mértékének bejelentését Szita Károly évértékelőjén. A 70%-os konszolidáció 14 milliárd forintnyi állami átvállalást jelent a városnak. Ennek kapcsán a polgármester Gelencsér Attila közbenjárását is megköszönte, aki kérdésünkre úgy fogalmazott, az Orbán kormány visszatért a rendszerváltáskor tett egyességhez, és államinak tekinti a valóban állami feladatokat. És éppen a sokat megélt generációknak kellett és kell szembenéznie a történelem talán legnagyobb, de mindenképp legátfogóbb válságával. A városvezető szerint 2008-ban az akkori kormány rossz válaszokat adott a kihívásokra. Az állam továbbra is alacsony hatékonysággal működött, dübörögtek a költségvetési fűnyírók, és a kormány sóváron tekintett az önkormányzatok pénzére, amelyet évente rendesen meg is csapolt. Ennek ellenére a város fejlesztett, hangsúlyozta Szita Károly, példaként említve a belváros átépítését, a nagypiacot és a virágfürdő fejlesztését is. A világ nyomasztó pénzügyi helyzete ellenére Kaposvár győztesen fog kikerülni, mert számunkra nincs lehetetlen, fogalmazott a városvezető a 12 milliárdos fejlesztési program kapcsán. Ennek része a főként romák lakta Nádasdy utca környékének rendbetétele, de ennek csak feltételekkel vág neki a város. De ennek a programnak csak akkor fogunk nekiállni, hogyha az ott élők tevékenyen részt vállalnak munkabérért a munkába, és rendbe teszik lakókörnyezetüket, mert csak így lesz biztos a siker. Emellett elindítják a Dómusztömbtől a Sávházig tartó városrész átépítését is. Megmarad a nem kötelező feladatok nagy része, támogatják például a fiatal lányok méhnyaknák elleni védőoltását, a sportegyesületeket és a civil szervezeteket is. Az idei év nagy eredményének nevezte a városvezető, hogy stabilan, tartalékkal tervezhették immár a költségvetést.